A Tesco parkolójában gyerekek hadát láthattuk május 13-án szerdán. A József Attila általános iskola tanulói gyülekeztek az áruház bejárata előtt valamire készülve. Az biztos, hogy egy érdekes és egyben szokatlan jelenségnek lehetünk szemtanúi. Flashmob, azaz villámcsődület a Tesco parkolójában. A flashmob egyébként emberek előre szervezett csoportosulását jelenti, a résztvevők ilyenkor valami szokatlan csinálnak, amely hirtelen jön létre egy nyilvános helyen, majd ezután ugyanilyen gyorsan fel is oszlik a tömeg. Ezzel a viszonylag új társadalmi jelenséggel próbáltak meg fellépni a József Attila általános iskola növendékei május 13-án a túlzott online jelenlét ellen. Tenzlinger Mónika, biológia és történelem szakos tanár, és egyben a csődület szervezőjét kérdeztük az eseménnyel kapcsolatban. A Dombóvári József Attila általános iskolából jöttünk, és egy pályázat keretében kaptuk azt a feladatot, hogy valami témákból kiválasszunk egyet, mi ezt választottuk. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a gyerekek túl sokat ülnek a számítógép előtt, és ez a világ, amiben ilyenkor léteznek, nem egy valóságos világ, hanem egy álvilág. Azt mondta, ezzel arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a gyerekek mást is csinálnak, ugyanis tényleg vannak olyan gyerekek, akik sportolnak, táncolnak, és nem csak a számítógép előtt ülnek. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy a gyerekek naphosszat ülnek a számítógép előtt, így bármilyen tartalomhoz hozzáférnek, nincsenek tisztában a virtuális világ veszélyeivel. Megkérdeztük a tanárnőt, szerinte milyen hátrányai vannak a virtuális világnak. Sokszor olyan erőszakos cselekedetekhez vezethet, amit a gyerekek nem gondolnak végig. Mert míg a számítógépes játékban megölnek egy bábút, az feláll, fut tovább, valóságban azért ez nem így működik. A gyerekek a Tesco parkolóban, vagyis a bejárat előtt összecsődültek, és betanult táncokat egyenpólóban adták elő.